nagymamám, meg az elektronikus világ. Nemrég kapott Nagyi egy, hát régen nyomógombos telefonja volt, aztán most kapott egy érintőképernyőset, és hogy nem igazán tudta használni. És a Facebookot is úgy lapozgatja, hogy egy ujjal is így ilyen erőszakosan, és ez nagyon vicces, meg másik nagymamámnak kapott ő egy táblagépet, hogy jobban lássa, mert rossz a szeme. És akkor arra le van töltve a játék, és közben nézi az Izaura TV-t, és azt is így nyomkodja, meg belájkolgat mindent, meg mindenkit bejelölget, akit csak tud, meg mindenkiről mesél sztorikat, hogy ő itt lakott a szomszédba, ő pedig neki a neki, és ez nagyon vicces egyébként szerintem. Egy pár hete meglátogattuk mamáékat, és mama mondta édesapámnak, hogy segítsen már neki a tévén beállítani a Sport2-es adót, mert szeretné a kézilabdát nézni. És mama csak ecsetelte, hogy hát ő nem mer hozzányúlni, féli, hogy elrontja, meg hogy jaj, nem fog működni, meg ilyenek. És így ezt ecsetelte, és akkor nagyapám meg csak így oda dünnyögte nekem, hogy hát ha anyát hozzátérne, az biztos, hogy el is romlana. És annyira vicces, mert nagyapám az ilyen szólásokat mindig ilyen természetesen a kis ujjából kirázza, és olyankor már mindig felkapja a vizet, és egyből ilyen temperamentumosan kirohan magából egy kicsit, és csak annyi mondta, hogy jól van, papa, jól van, papa. Nagyon nem ért hozzá szegény. Tehát ugye a számítógépen is egyetlen egy gombot kell megnyomni, hogy bekapcsoljuk, és nem tudja megjegyezni, hogy a számológépet hogy kell bekapcsolni. És még mindig nyomkodós telefonja van nagymamámnak, nagypapámnak már érintős, és amikor azzal telefonál, az érintőképernyős telefonnal, a vakut bekapcsolja, minden alkalmazás megnyit, fényképezni szokott, meg minden, és nem tudja, hogy nagyon nem ért hozzá, és nem is szeretne igazából. Tehát ő megvan a saját régi, megnyomom ezeket a számokat a telefonon, felhívok valakit, és ennyi. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.